A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. Idén 49. alkalommal került megrendezésre Európa leghosszabb távú vitorlás versenye, a Kékszalag Erste World nagydíj. Nagy az érdeklődés. Én úgy gondolom, hogy talán több is lesz az indulók száma, mint a tavalyi, hiszen akkor egy egész markáns időjárási front közepette kellett eldöntenünk, hogy elint tudjuk-e indítani a versenyt. Előtte való nap egy nagyon erős vihar zúdult a Balatonra, ezt gondolom a indulók kedvét is egy kicsit megcsappantotta, de úgy gondolom, hogy idén biztos, hogy elérjük az 500 fő feletti hajólétszámot, hát ez versenyzőkben bizony akkor már a 2000 fölötti versenyzők létszámot fogja jelenteni. A versenyre idén 526 hajó nevezett, amelyek a Balatonfüred előtt kitűzött, mintegy 6 kilométeres rajtvonalról Balatonkenese irányába indultak, hogy teljesítsék a légvonalban 155 kilométeres távot. A további útvonal Siófok, majd a Tihanyi szoroson át Keszthely volt, ahonnan a hajók a balatonfüredi célba vitorláztak vissza. Én azt gondolom, hogy 526 hajó állt rajthoz 28 osztályban, 6 különböző nemzet, külföldi nemzet hajói jelentek meg a vitorlás versenyen, a Kékszalag vitorlás versenyen. Én szerintem egy sikertörténet. Litkai Farkas Fesztipény nevű hajója futott be elsőnek, de a versenyt még nem nyerte meg azonnal, ugyanis óvást adtak be ellene. Az óvást azonban a bizottság elutasította, így hivatalos lett, hogy a pályán elért eredmény alapján a 49. Kékszalag Erste World nagydíjat Litkai Farkas nyerte. Amikor kijöttünk a Tihanyi révnél, akkor éreztük, hogy ez már elég lesz valószínűleg. Akkor látszott, hogy itt van szél ezen az oldalon. Végig arról beszéltünk, hogy olyan jó verseny van, annyira izgalmas, jó szórakozás, hogy majdnem mindegy kinyeri meg. Persze jobb, hogy mi. De szóval nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Annyira jó meccs volt a 50-50-vel. Voltak időszakok, amikor ők a gyorsabbak voltak, amikor mi. Úgyhogy egy nagyon jó verseny volt a mi részünkre. Litkei ezzel 13. Kékszalag győzelmét aratta. A befutás sorrendjében második az Opel 50-50 Húzsa Márton kormányzásával, a harmadik pedig a Blackjack nevű katamarán lett, amelyen a fedélzeten ott volt Roland Gébler, sokszoros katamarán világbajnok. Ez az eredmény, ez tükrözte a szélviszonyokat. Több könnyebb, kis szélbe gyors hajó volt itt a mezőnkben, aki még előttünk végezhetett volna. Így például a Blackjack, ugye, egy sztár kormányossal. Én annak is örülök, hogy őket tudtuk tartani, illetve meg tudtuk verni. Nyilván jobb lett volna, hogyha nyerni tudunk, de hát ez egy ilyen sport. Hol volt az a pillanat, amikor tudtad, hogy kész, ez a 49. Kékszalag elúszott? Hát igazából itt a cső előtt azért már látszott, hogy elég komoly előnyre tettek szert a Farkasék. Előtte teljesen kétesélyes volt, azt mondom, hogy a cső bejáratáig. Tehát ott jött egy frissülés, amit ők előkaptak meg, azelőtt tényleg fej-fej mellett haladtunk. Fantasztikus, nagyon jó verseny volt. Nagy kihívás volt, hiszen a rajt után vezettünk, majd technikai okok miatt visszaestünk a hatodik helyre. Innen lépésről lépésre törtünk előre. Nagyon fiatal csapatom van, én vagyok a legidősebb a fedélzeten. Én adom a tapasztalataimat, ők adják az erőt, és úgy tűnik remek a generációk együttműködése. A Blackjack fantasztikus volt ma. Hatalmas küzdelem volt a többi hajóval szemben. Az extrém 40-esek közül Dr. Kaiser Kristóf csapata ért be elsőként, ám ez összesítésben csak a hatodik helyhez volt elég.
az extrém 40-es az egy erőszeres hajó, még a másik két extrém 40-es javába versenyzik, tehát hozzájuk képest lényegesen jobban mentünk, viszont azért bíztunk benne, hogy a csapatban, a csapat felkészültségében, a hajóban van annyi, hogy igazából fel tudjuk venni a kiszeres hajókkal is a versenyt, ami egyébként szerintem meg is történhetett volna, ha nem betézünk taktikailag. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.